Ossian, Road, Junkies, Romeo Vérzik és sok más zenekar csapott a húrokba, a rakamazi kempingben, a régi hegyalja fesztiválok helyszínén, ahol a rockzene és a fesztivál hangulat kedvelőinek régi álma látszik megvalósulni. Az egy évtizeddel ezelőtt megszűnt nagy fesztivál hagyatéka a Wild East Rock Fesztiválnak köszönhetően éled újjá. Nagyon vártuk azt, hogy újra kiépüljen egy olyan infrastruktúra Tokaj hegyalján, ahol vissza lehet éleszteni ezt a fesztivált. Nekem személyesen nagyon sok évi tapasztalatom van benne, hisz dolgoztam is a Hegyalja Fesztivál, annak idején a Hegyalja Fesztiválon, és régi álom volt az, hogy visszahozzuk ide ezt a rockfesztivált. Nyilván most egybekötöttük már egy motoros fesztivállal, valamivel el kell indulni, és gondoltuk, hogy a motoros közösség még mindig magába szívja a rock zene szeretetét, ezért az ő segítségüket hívtuk azzal, hogy újra dübörögjön a rock a hegy alján. A fesztivállal párhuzamosan motoros találkozó is volt, a Geronimo MC East szervezésében. A felkérés az egy baráti kapcsolaton keresztül érkezett. Hát végül is az úriember egy olyan motoros közösséget, vagy egy motoros társaságot keresett meg, akivel úgy gondolta, hogy közösen tud majd együtt dolgozni, és felépíteni úgymond egy olyan rendezvényt, ahol a motorosok, a rockerek, az utcaembere, mindenki egy helyen megfér. Mondhatjuk most már, hogy egy nemzetközi motoros találkozó, vagy egy motoros rendezvény, mivel külföldről, több pontról, Székelyföldről, Románia több területéről, Németországból, Ausztriából, nagyon sok helyről érkeznek motorosok, nem csak Magyarországról. Az első nap talán sokak által legjobban várt fellépője az Ossian zenekar volt. Az ikonikus banda éves nagy turnéjának egyik állomása volt a fesztivál. Szerintem nagyszerűen sikerül a turné, most lekopogom, gyakorlatilag a nyári körnek a vége felé tartunk, utána lesz egy nagy budapesti koncert szeptember 9-én a Barba Negrában, és utána ősszel és télen igyekszünk olyan helyekre még eljutni, ahol már nem voltunk elég régóta, ugye volt ez a hosszabb kihagyás a Covid alatt. A turné nagyon jó, az időjárás az kevésbé. Jó 50%-ban nagy esők voltak, de például a múlt hétvégén is Győrben fantasztikus volt a közönség, mert senki nem mozdult és szétázott mindenki, de a buli jó volt. A Junkies zenekar az egykori Hegyalja Fesztiválon minden évben fellépett. De ettől sokkal több emlék is fűzi őket Tokajhoz. Éppen Andris is felelevenítette az első emlékünket Tokajról, amikor 1994-ben lejöttünk, akkor szállt be ő a zenekarba, tehát onnantól számítjuk a Junkiesnak a létezését, és az mi volt? Rockgyermekei tábor, ugye? És az itt kinn a főtéren voltak a koncertek, és ott mi második helyezést értünk el, de hatalmas közönségsikert arattunk, és nagyon nagy feeling volt az egész. Ez volt az első igazán emlékezetes emlékünk így Tokajjal kapcsolatban. Utána pedig, mikortól is 1999-től itt Tokajon rendeztük meg a Junkies tábort, ami egy pár évig itt volt. A résztvevők remélik, hogy hamarosan felnő a rendezvény az elődjéhez, melyre a hangulatot tekintve minden esélye meg is van szerintük. Pont az előbb beszélgettük itt az egyik éttermes úriemberrel, hogy annak idején ő is és én is még más körökben, más baráti körökben voltunk, ugyanígy a Hegyalja Fesztiválon. Hát az sokkal nagyobb volumenű volt, sokkal nagyobb felhozatal volt, és nagyon hiányzik, és nagyon várom, hogy ez a fesztivál, ez a rendezvény ismét kinője magát akkorára, mint annak idején, mert egy egész sok tömeget és ember, és turizmus szempontjából sok embert megmozgat. A szervezők azt is kiemelték, hogy folyamatos a fejlődés. A látogatók és fellépők számának növekedésével a színpadok és a fesztiválnapok száma is növekedni fog a terveik szerint.